Ha levágom, elindulok a hazámig, bujdokolok. A himnusz közös eléneklése után a városi megemlékezés a Rábőr színpad ünnepi műsorával folytatódott. Az ünnepség helyszíne az idén a város kultikus helye, a Déri kert volt. Ez nem volt véletlen, hiszen ezen a napon felavatták a büszkeségpontot is, amelyet egy pályázat segítségével építettek a már meglévő emlékmű köré. Sajnos egyre kevesebb olyan személy van, aki 56-ba átélt, ott volt és visszaemlékezik. Nagyon fontos az emlékezet megőrzése ilyen emlékpontokon keresztül is, vagy akár amit említettem, könyvkiadásokon keresztül is, hogy megmaradjon az utókornak, vagy se fiatalok azt tudjunk szólni. Mert bármi is történik, földi életünk véges, nyomdokainkba pedig mások lépnek majd. Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője beszédében elmondta, meg kell őrizni a háborúkban elesettek szellemi örökségét, a hazaszeretetet, a bátorságot és a szabadságvágyat. Az avatással kapcsolatosan elmondta, régóta szerették volna már felújítani az emlékművet. Végül is az 56-os emlékbizottság a kormány támogatásával is sikerült a környékét is, illetve az emlékművet is rendbe tenni, és azt gondolom, hogy ezzel méltó helye van annak, hogy május utolsó vasárnapján a hősökre is emlékezünk a Hősök napi megemlékezésen. Azt gondolom, hogy minden olyan ünnepségnek, amely méltó lesz az elkövetkező időszakban, arra méltó helyet is biztosít ez az emlékmű. Maján a Déri kertben döntötték le egy korona Sztálin szobrot, amit ezután a Sugovicába dobtak. Így ez a hely a város szívében a jelenlegi emlékművel valóban méltó arra, hogy a büszkeségpont otthona legyen, fűzte hozzá az országgyűlési képviselő. Az ünnepség végén az önkormányzat, bajai szervezetek, valamint a cserkészek koszorúzással rótták le tiszteletüket az elesettek előtt.